Köszöntöm nézőinket! Önök a DSTV Mozaik című közéleti magazinját látják. Városunk valamennyi oktatási intézményében megemlékeztek március 15-ére, modern parlamentáris Magyarország megszületésének napjára, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepére. A Széchenyi István gimnáziumba látogattunk el. Március 15-e az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdete, a magyar sajtónapja, 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep. A Széchenyi gimnázium, mint minden más iskola, ünnepség keretében emlékezette jeles eseményre, ahová meghívást kapott Barta Endre humán alpolgármester is, aki köszöntőjében a fiatalok szerepét és felelősségét emelte ki. Magához a forradalom és szabadságharc kirobbanásához a fiatalok kellettek, ahhoz az ő bátorságuk és az ő szemléletük, hogy igen, ebből elég volt a zsarnokságból, elég volt abból abban az élethelyzetből, ami a 19. századot akkor ott jellemezte. És azt gondolom, hogy most is talán a fiatalokra kéne számítanunk, fiatalokra számíthatunk, hogyha változásról kell beszélni. És pont erről szóltam itt a gimnáziumban is, hogy ma is kimerem mondani, hogy szükség van egyfajta, egy forradalomra van szükség, viszont ezt a forradalmat nem fegyverekkel kell megvívni, hanem igenis egy szellemi forradalomról beszélünk, és hát ennek az egyik legméltóbb helye lehet tulajdonképpen a Széchenyi gimnázium, a városunk egyik legpatinánsabb intézménye, hiszen a mai szemlélet, amikor a fiatalok kijönnek az iskolából, gyakorlatilag egy nemet kell mondaniuk arra, ami ma az országban, ami ma Európában, vagy akár az egész világon zajlik, arra a gyűlölet hullámra, és ez egy nagyon nehéz dolog. De ugyanúgy, ahogy nehéz volt 1848-ban, úgy nehéz most is, de kell lennie a megoldásnak, és hiszem azt, hogy ugyanúgy, ahogy 48-ban volt követője az ifjúságnak, hiszen utána gondoljunk el, hogy az ifjabbnál is ifjabbak is majd, tényleg akár a nyugdíjasok is, ha lehet így mondani, kardot fogtak, mentek és igenis küzdöttek a szabad magyarságért. Én azt gondolom, hogy most is lennének követőik, és én ebben hiszek, hogy ennek a fajta szellemi forradalomnak az ifjúság lehet az elindítója, és ugyanúgy lesznek követői, és tényleg egy komoly változás előtt állhatunk majd. Az alpolgármester rendhagyó köszöntőt mondott a gimnáziumban, ugyanis mondandója mondjuk úgy második napirendi pontjaként felkért egy diákot, hogy a korábbi évek hagyományait folytatva egy napra legyen humán alpolgármester a városházán. Az iskolával közösen Szabó Noelre esett a választás. Kíváncsi vagyok, szeretném őt megismerni az ő szemléletére, és úgy összeállítani ezt a napot, hogy ő is egyrészt értékesnek tartsa, és én is meglássam azt a fajta szemléletet, ami a mai ifjúság képvisel az adott területen, hiszen azért legyünk őszinték, mi sem veszünk észre mindent, mi sem látunk mindent jól, és én hiszem azt, hogy az ő szavuk is kell ahhoz, hogy mi is akár olyan ötleteket merítsünk, amire bizony szükség van a városvezetésnek, szüksége van Dunaújvárosnak, úgyhogy én nagyon bízom ebben a napban, és hát nagyon bízok abban, hogy Szabó Noel az elődőhez képest ugyanígy méltó módon fogja ezt képviselni. Nos, Noel sikerült meglepni, hiszen ez volt a cél. Bizonyos kósza hírek azért az esemény előtt természetesen kiszivárogtak, hogy lesz valami, de hogy mi, az maradt titok. Így Szabó Noel a meglepetéstől nehezen talált szavakat. De ez a kommunikáció sok, csak néhány percig tartott nála. Nagyon-nagyon meglepődtem, mikor hallottam, hogy engem szeretne felkérni az alpolgármester úr, és nagyon-nagyon megtisztelő, tehát tényleg nem is gondoltam volna erre. Hát én nagyon bízom benne, hogy jól és hasznosan tudjuk majd eltölteni azt az egy napot, és tényleg tudunk tenni azokért a célokért, amelyeket majd megfogalmazunk akkor, és tényleg nagyon szépen köszönöm. Nem számítottam rá, és kicsit meg is voltam illetődve, mikor az alpolgármester úr kimondta a nevemet, de én tényleg azt remélem ettől a naptól, hogy a legeslegjobban fog telni. Ezt a néhány mondatot tényleg 10 perc alatt rakta össze magában Noel az interjú előtt. Ez viszont azt is jelenti, hogy jól sikerült a választás idén is, és egy olyan fiatalember fog valamikor áprilisban egy napig humán alpolgármesteri székben ülni, aki megérdemli. Noeltől még azt kértük, hogy beszéljen magáról a gimnáziumi éveiről egy kicsit. Úgy gondolnék magamra, hogy egy közösségi ember vagyok. Én nagyon szeretek tényleg a barátaim és az ismerőseim körében mozogni, és ezért is vállaltam el 9-es koromban a diák elnökségben való részvételt, és 10-es, 11-es koromban pedig az elnökségi pozíciót. Itt leginkább ezekben az években inkább azért dolgoztunk, hogy az iskola éveit és ezt az elmúlt 4 évet felpezsdítsük különféle programokkal, és tényleg
próbáltam, én leginkább úgy érzem magam, hogy egy maximalista ember vagyok ilyen téren, és igyekszem tényleg az élet legtöbb területén megfelelni. Természetesen ez sokszor fárasztó is, de mindig megvan neki a jutalma is, és mindig például ez is egy hatalmas nagy jutalom számomra, tehát és ezekért szeretem ezt csinálni, és ezekért szeretek küzdeni. Én még igazán még nem voltam annyira, vagy nem vagyok annyira képbe így a politikával, meg a közéleti gondolkodással, viszont abban biztos vagyok, hogy az egész életünket meg fogja határozni. Ezek az egész a mi korosztályunknak is és nagyon fontos szerepe lesz abban, hogy milyen világot fogunk kialakítani, és hogy egy milyen világban fogunk élni, így teljesen a teljes világot tekintve, az a világ összes pontjára nézve, és abszolút érdekel a mostani közéleti politika is. Szeretnék vele későbbiekben többet is foglalkozni, de egyelőre még inkább az iskola az elsődleges cél és annak a befejezése. Vannak pillanatok, amikor nem kell hozzátenni semmit az elhangzottakhoz. Nos, ő Szabó Noel, most egy napig alpolgármester lesz. Aztán majd meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm tényleg. Aki nyitott szemmel jár a városban, feltűnhet neki, hogy több helyen is új padokat helyeztek ki, a régiek pedig teljes felújításon estek át. Az esztétikai benyomásokon túl nyilván kényelmi szempontok is fontosak. Mezei Zsolt városüzemeltetési alpolgármester az elmúlt néhány hétben beszélt már a tavaszi munkálatokról, a parkok felújításáról, most pedig a városi padok felújításáról számolt be. Több fórumon is megjelent már, hogy kiemelt figyelmet kaptak a padok, azok megújulása a városunkban. Mezei Zsolt városüzemeltetési alpolgármester szerint nem véletlenül. Lekértem azt, hogy tavaly hány padot újítottunk föl, és hány darab új padot tettünk le. Ez nekem is megdöbbentő volt, mert az ember nem is gondolja, hogy ilyen sokat. 167 padot újítottunk föl, nem csak úgy, hogy kicseréltük a rossz deszkákat, hanem egy szisztematika szerint haladunk tovább, felújítjuk a deszkákat, az ülőfelületeket, a háttamlát lefessük, és mellette most már a betont is lecsiszoltatom, és újra festetjük, mert azt gondolom, hogy sokkal jobb, sokkal olcsóbb jövünk ki akkor, ha ezt így felújítjuk ezeket a padokat, mint hogy teljesen újat kéne letenni, és abból a pénzből inkább még több új padot tudunk letenni. Felvetődik a kérdés, hogyan juthatnak a lakók padokhoz a lehető legegyszerűbb módon. Nos, a lakóközösségnek kérnie kell. Persze a többség nevében. Mezei Zsolt szerint két héttel ezelőtt a Dózsa 2-ben kértek padot az ott lakók, a pad pedig már ott is van. Arra kérjük a lakókat, hogy szóljanak nekünk, hogy hova szeretnék a saját lakókörnyezetükbe, hova szeretnének padot, és nyilván a lakossággal egyeztetve, a szomszédokkal egyeztetve, küldjenek nekem erről egy e-mailt, egy írást, egy levelet, egy telefonhívást, hogy az ott lakók is kérik, tehát nem csak egy, hanem majd mindenki kéri, és akkor természetesen, ahogy lehetőségünk van, akkor letesszük. Mezei Zsolt szerint Dunajváros rengeteg zöld felülettel büszkélkedhet, hála Istennek vannak szép belső udvaraink, jól esik jó időben néha kiülni, és beszélgetni egy jót az ismerősökkel. De hogy hová kell pad, hogy hol van igazán jó helyen, vagy éppen fordítva, hol lenne zavaró többek számára, az csak az ott lakók tudhatják igazán. Mezei Zsolt arra kéri a városlakókat, ha vannak ilyen jellegű kéréseik, juttassák el hozzá. Sok esetben nekünk felnőtteknek is nagyon nehéz bekerülni egy új közösségbe, vagy alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Ez az óvodások esetében sincs másként. Gyenes Éva intézményvezetővel beszélgettünk a gyerekek beilleszkedéséről, az ismerkedés, megismerés fontosságáról. Sok családban aktuális az áprilisi óvodai beiratkozás. Ez egy teljesen új helyzet lesz a gyerekek számára, egy új közösségbe, egy új közegbe kerülnek. Vannak olyan gyerekek, akiknél egyszerűbb dolog a beszoktatás. Élénk társasági életet élnek, sokat járnak a rokonokhoz. Számukra egyszerűbb megszokni az új helyzetet. Vannak persze olyanok is, főként akik otthonról és nem bölcsödéből érkeznek, akiknél nehezebben megy ez a dolog. Segítséget jelentenek az ismerkedős napok, az óvodai látogatások, meg persze a hétköznapokon az óvónők is. Ezt a témakört jártuk körbe Gyenes Éva igazgatóval. Ugye április 8-án, 9-én lesz a beiratás, és nagyon sok szülő beiratáskor megfogalmazza, hogy úristen, mi lesz a picivel. A bölcsödés gyerekeket könnyebb beilleszteni egy új közösségbe, mert ők már átestek ezen a beilleszkedésen, az első beilleszkedésük megvolt, és ugye valamelyik kisgyereknél hosszabb, valamelyiknél rövidebb időt vesz igénybe, igazából a fő probléma az otthonról érkező kisgyerekeknél van, mert
Persze, biztos van olyan, hogy a nagymamákhoz el tudnak menni, hogy a szülőknek egy kis én idejük legyen, de ugye gyakran ez se fordul elő, mert esetleg nem ott laknak, vagy esetleg olyan a gyerek, hogy nem akar ott maradni. Tehát bizony-bizony van valós félelem. Mit tudunk ezt ügybe csinálni? Minden évben megyünk a bölcsödékhez ugye egy kis előadást tartani beiratás előtt, és szórólapokkal ugye megsegítjük a szülőket, mi általunk készített kis kiadvánnyal, hogy tudjuk ezt az áthidalást megoldani könnyebben. Ezt tudom tanácsolni az otthonról jövő kisgyerekek szüleinek is, hogy ahhoz, hogy biztonsággal tudjunk intézményt váltani, mert ugye az otthoni élet is egy intézménynek hívhatjuk, beszélgetni kell a kisgyerekkel. Tehát körbe kell többször járni a várost, megmutatni az oldalt, ide fogsz járni, milyen jó lesz. Ugye nem véletlenül vannak ezek az ismerkedési napok, ahova be lehet menni. A gyerek akkor eleve egy közösségbe találja magát, mert nem üres óvodába megy, hanem gyerekek közé megy. Igaz, hogy még biztonsággal, mert ugye tudja, hogy ott a szülője. Tehát azért az a gyereknek ad egy kis laufot. De aztán elérkezik a szeptember, amikor már nincs lauf, mert nagyon sok szülő nem tudja azt megoldani, hogy fokozatosan szoktatja be a kisgyereket. Ugye ezt hívjuk mélyvíznek, amikor beadja reggel, és délután tud érkezni, érte, és bizony az a hosszú idő azért a kisgyereknek, de ahhoz, hogy átvészelje a gyerek ezt az időszakot, be lehet menni nyáron is körülnézni az obiba, tehát lehet egy fokozatos szoktatást. Ha tudom, hogy nincs arra lehetőségem, hogy szeptember első hetében 2 órát vagyok a gyerekkel benne első nap, aztán 3 órát, azt akkor megpróbálom ott hagyni 1 órára, tehát nyújtom az időt, tehát fokozatosan hozzászoktatom a kisgyereket ehhez, akkor ott van az a lehetőség, hogy a nyáron sokat vannak az udvaron a kisgyerekek, az óvónénikkel, tehát szabadabb az élet, nem zavarnak be foglalkozásokban már, hogyha megérkezik egy kis látogató, és akkor egy picit ott eljátszik a többi gyerekkel az udvaron. Megismeri jobban a saját leendő óvónénieit, például egy vegyes csoportba a kis társait. Tehát van erre azért mód, meg lehetőség, hogy a gyerekeket szépen lassan, fokozatosan beszoktassuk, úgy is, hogy szeptember 1-én mélyvíz van. Aztán van az a másik forma, amivel nagyon sok szülő él, hogy úgy tartogatja a szabadságot, hogy egy hétig, szeptember 1-ső hetében otthon vannak, és így egy fokozatos szoktatást alkalmaz a gyerekeknél. De ezt azért elmondom, kihangsúlyozom, hogy az igazi beilleszkedés ez akkor történik, ha nincs ott a szülő. Tehát hiába szoktatjuk a gyereket, a gyereknek lesz egy biztonsága, megismeri azt a közeket, tudja, hogy hol van például a gyerek mosdó, a gyerek öltöző, tehát helyismerete jobban lesz egy fokozatos beszoktatásnál, de az igazi beilleszkedés első napja az akkor történik meg, amikor a szülő már nincs ott. Ezek a kis sírások elengedhetetlenek. A gyerek az érzelmeit így fejezi ki, hogy hiányzik neki az anyukája vagy az apukája. Ez egy nagyon természetes folyamat. Valamelyik gyereknél ez tényleg 1-2 napot vesz igénybe, mert nyilván, amikor először jönnek, nyilván tudják ezt az óvónénik, tudják a dajkanénik, a pedasszisztensek, tehát fokozottabban odafigyelnek, fokozottabban megkínálják őket játék lehetőségekkel, bevonják őket egy kialakult játszó csoportba. Tehát azért próbáljuk átsegíteni a gyereket ezen a nehézségen. Aztán van olyan kisgyerek, amely 2-3 hónapig nehezen illeszkedik be. Ők azok, akik rettenetesen kötődnek a szülőkhöz. Ők általában még a nagymamánál sem maradnak meg például egy éjszakára a szülő nélkül. Tehát őnekik nehezebb. Tehát nem vagyunk egyformák. Hát ha mi is elmegyünk felnőttként egy munkahelyre, új helyre, nem mindenki találja fel mindjárt első nap magát, nem mindenki közlékeny a kollégáival. Hát nekünk is kell egy radar, hogy letapogassuk, hogy ki milyen, kivel meddig lehet elmenni. Ugyanígy működik a gyereknél is. A szakember szerint a beszoktatás egy fontos rész a gyerekek közti kapcsolatépítés. Általában jól fogadják az új társaikat a fiatalok, a kislányok kifejezetten segítőkészek és anyáskodva segítik a társaikat. No meg persze fontos figyelni azt is, hogy az óvodalátogatások alkalmával hol érzi magát jól a gyerek. Ez a része pedig ösztönös, bízzunk a gyermekeinkben. Azért egy gyerekcsoport általában 20-25 fő között van. Azért az lehetetlenség, hogy első nap minden happy legyen, hogy minden gyereket elfogadjak, mert azért vannak olyan kisgyerekek, akik tárt karokkal fogadják a kistársukat, hogy új gyerek viszik, főleg a kislányok, azok, akik olyan kis anyáskodók.
A kisfiúk már kicsit féltékenyebben őrzik azt a területet, amit ők uraltak. Hát ide ne jöjjön, ha én legózok. Tehát ezek a dolgok, ezek a csaták megvannak. Mindenkinek meg kell találni a helyét a csoportba, de ezek a csaták nem véremenők, mert nyilván lehetnek belőle kis sértődések, apró összeveszések, tehát azért vagyunk mi ott pedagógusok, hogy ezt szépen lecsitítjuk, gyerekeket átvezetjük egyik tevékenységből a másikba, és nem okoz ez gondot. Én még olyan gyerekkel, 40 éve vagyok a pályán, nem találkoztam, aki nem tudott volna beilleszkedni, olyan előfordult, hogy maga a közeg, amibe belekerült a gyerek, sok volt a kisgyereknek. Akkor nyilván adunk egy kis kifutási időt a pici gyereknek, szülővel kontaktban vagyunk, átbeszéljük a dolgokat, közben átlátogatunk másik csoportba, és a gyerek ösztönösen kiválasztja általában azt, ahova tartozik, vagy fog tartozni. Én azért szeretem ezeket az ismerkedési napokat, mert az egy dolog, hogy a szülőnek melyik óvoda szimpatikus, vagy melyik pedagógus, nem biztos, hogy a gyerek ugyanígy gondolja. Tehát ezért mondjuk azt, hogy 3 nap van most is ismerkedése, délelőtt, délután, ha lehetősége van. Lehet délelőtt menni apával, délután anyával, ki hogy ér rá. Hogy több óvodát nézzenek meg, mert a gyerek érdekes. Azt gondoljuk, mert pici, akkor nem ért sok dologhoz. Nem, a gyerek egy miniatűr kis felnőtt aggyal rendelkezik, ösztönösen kiválasztja azt a helyet, ahol ő szeretne beletartozni. És hagyni kell, rá kell hagyni. Ha itt érzi jól magát, akkor odaíratom be a gyereket. Én csak ezt tudom tanácsolni minden szülőnek, hogy ezt a lehetőséget mindenképpen ragadják meg, és figyeljék a gyereküket, hogy hol érezte jól magát. Nyilván olyan is van, erre is azért felkészítjük a szülőket, hogy mit tudom én, van egy csoportba 8-10 megüresedés, tehát elmennek a nagy csoportosok, de közben 15 kisgyerek jól érzi magát ott, tehát nyilván nem tudom azt mind a 15-öt felvenni, ezért érdemes több helyre bemenni, hogy ahol másodiknak is jól érezte magát, oda valószínű be tudjuk tenni a kisgyereket. Tehát itt mind a szülőknek is a felelőssége, hogy beszélnek az óvodáról, tehát hogy pozitív élményként élje meg a gyerek, hogy jó, de jó, én már megyek óvodába, én már nagy vagyok, én már nem bölcsis leszek, vagy én már nagy kislány vagyok, én már óvodás leszek. Tehát érezze azt a gyerek, hogy őnek ez egy munkahelye lesz, és ne úgy, hogy jaj, kislányom, olyan rossz, hogy elmész óvodába, ez nagyon rossz hozzáállás. Tehát a gyereknek akkor az megy be kódként, és sokkal nehezebben szokik meg. De ha mi boldogan áradozunk róla felnőttként, akkor az a gyerek is azt a ritmust fogja átvenni, és ahhoz fogja alkalmazkodni. De hozzáteszem, nem kell megijedni, mert azért a gyerek csak gyerek, picike, kötődik a szülőköz. Tehát kell az a pár nap, vagy akár egy hét, két hét, mire átesik ezen a folyamaton. De át fog esni. Jenes Évát arról is kérdeztük, hogy milyen jelei vannak annak, ha egy gyerkőc már teljesen feloldódott, elfogadta az új közösséget, az új közeget. Nem meglepő a válasz. Rövid búcsú, gyors puszi, és rohannak is játszani a társaikhoz. Az a gyerek, amelyik már beszokott és jól érzi magát, dob egy puszit anyának vagy apának, és beszalad a csoportba, és boldogan üdvözli a kistársait, mert egy-két hét alatt már kialakulhatnak is barátságok, amik nem is olyan igazi barátságok, de ragaszkodás egyik gyerekhez, másik gyerekhez. Tehát ez az igazi beszokás, vagy beszokott a kisgyerek, amikor boldogan jön be az óvodába, hozza a kis otthonról a kis akármit, kis hálótársát, mert ugye a kis nyuszikát, bármit hozhat, amivel alszik, leteszi a polcára, átöltöznek anyával, elbúcsúznak, tehát nem hosszú a búcsúzkodás, az a gyerek már beszokott. A szakember hangsúlyozta, vannak olyan esetek, amikor a beszoktatás egy több hónapos procedúra is lehet. Nem kell megijedni, mindannyian mások vagyunk. Ha pedig probléma adódik, azt úgy is sikerül megoldani. A következőkben pedig az Ormos Intézet megbízásából készült összeállítást láthatják. Köszöntöm Önöket, stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Szeretettel köszöntöm Önt itt. Üdvözlök mindenki. Ha jól tudom, akkor a bélrendszerünk az 8 méter hosszával az egyik leghosszabb szervünk, és az immunrendszerünkre pedig 80%-kal van hatással. Hát a bélrendszernek saját immunrendszere van, a bélrendszernek saját idegrendszere van, önálló belső flórája van, az egy nagyon komplex valami. Mégis szeretjük ezt így távolítani magunktól, a bél kérdéseket, nem annyira szexi erről beszélni. Érzékeny téma, így van, maradjunk ennyiben.
És hát ezért aztán azokról a dolgokról sem annyira szeretünk beszélni, legalábbis egymás között nem, amik azért elég zavaróak tudnak lenni a bérrendszer működés zavaraival kapcsolatban. Ilyen például az, hogyha konstans valakinek székrekedése van, és nem tud vele mit csinálni. Vagy ha nagyon puffad, vagy hogyha olyat érez, hogy össze-vissza mocorognak a belei, akkor is, amikor nem kifejezetten kéne, hogyha ha akkor kell elmenni mondjuk WC-re, amikor éppen nem esne jól a dolog, esetleg többször. De ezek olyan témák, amiket az emberek jó része azért még egymás között sem nagyon tárgyal ki. Sajnos, mert azért elég sok tünet lehet ilyen szempontból rejtve, amik meg egyéb betegségekre utalhatnak. Ilyenkor bebekapunk egy-egy pirulát, és azt gondoljuk, hogy ezek a problémák megoldhatóak, de ez csak rövid távon segítség. Hát én azt szoktam mondani, hogy ilyen esetekben, hogyha valami bérrendszeri eredetű panasz van, akkor a panaszok elkendőzése az egy elég rossz ötlet. Hát itt ennek a hátterében azért lehetnek elég vehemens betegségek, amik, hogyha nem derülnek ki, akkor elég súlyos következményekkel tudnak járni. De hát sajnos ez mondjuk sokszor még az orvosnál sem derül ki, hiszen még az orvosnak sem merjük ezeket a dolgokat elmondani, mert szégyeljük. Na most egy orvosnál igazándiból szégyenérzet az nem kifejezetten kéne, hogy legyen, mert ő azért ül ott, hogy ezeken a dolgokon segítsen. Én rendszeresen, ha orvoshoz megyek, azonnal elsírom magam. Tehát, hogy valahogy ezt a szégyenérzet szerintem így jön ki az emberből, hogy így kínos is, kellemetlen is, de mégiscsak beszélni kell róla. Ez egy lehetőség, így van. Ugye sokszor egészen furcsa tünetek is állhatnak a bérrendszer meghibásodása mögött. Tehát azt gondolom, hogy nem csak abból következtethetünk a bérrendszer problémáira, hogyha az embernek mortyog a hasa. Hát az nagyon sok mindenre utalhat. Ezért kell igazándiból ezt valaki szakembernek elmondani, mert 2-3 keresztkérdés alatt az illető rájön arra, hogy itt konkrét tényleg szervi eltérés van, vagy csak valami olyan eltérés, amit mondjuk gyógyszerekkel, helyes diétával, meg egyéb dolgokkal rendbe lehet rakni. De ezt igazándiból ehhez az kell, hogy az illető, aki a kérdést fölteszi, az aznap konkrétan a 25. beteggel találkozón, akinek hasonló panaszai vannak. Tehát ezeket a dolgokat a betegek otthon általában saját maguknak nem tudják eldönteni. Teszem hozzá, jobb is, hogy nem próbálják meg otthon eldönteni, tehát ennek a megítélését mindenféleképpen szakemberre kell bízni. Nemrég láttam a Boldogító nem című filmet, melyben azt fejtegetik a diákok, hogy vannak a bemeneti, meg a kimeneti csatornák, és hogy ezeknek az irányát nem mindig célszerű megváltoztatni. Hogyha kolonhidroterápiára gondolunk, akkor pontosan ez történik, hogy egy kimeneti nyíláson valami bejut a szervezetbe, mely jótékony hatással bír. Itt igen, itt sokkal több dolog történik, mondjuk, hogy nagy dolgok történnek, amikor a kolonhidroterápiát végezzük. Hogyha bebizonyosodik az, hogy a beteg panaszainak a hátterében nem szervi eltérés van, csak valami miatt fel van fújódva, ennek a hátterében mondjuk a vastagbélben ülő baktériumoknak a mennyisége, a minősége mondjuk valami miatt felborult, például többek között, és van egy zavaró puffadása például, vagy folyamatosan székrekedős, vagy folyamatosan lazább a széklete, akkor a bélflórára hatással ezt a dolgot ezt tudjuk befolyásolni. Ez egy magas beöntés sorozat, amit ilyenkor alkalmazunk. Miért nem probiotikumokat szedek, hogyha a bélflóra van probléma? Azt is szoktunk mellé szedetni, félreértés ne essék, tehát ez a kettő az együtt működik. Most azért a vastagbélben körülbelül egy ilyen, hát egy másfél kilogrammnyi baktérium él. Tehát ez egy nagyon-nagyon hangsúlyos tömeg, ami mindent... Másfél kilogrammnyi baktérium? Igen, és elég rendesen befolyásolják a bélnek a működését. Most azt el lehet képzelni, hogy egy ekkora tömegű élőlény csomag, amivel tulajdonképpen szimbiózisba élünk, tehát nekünk ezekre szükségünk van. Ha ennek az összetételén változtatunk valahogy, akkor az elég nagy befolyással tud bírni a bélrendszernek a működésére. Most egyébként a betegek, akik ezt a kezelést igénybe veszik, ezek vagy ilyen panaszokkal fordulnak az emberhez, hogy puffad, hogy össze-vissza motyorog, hogy nem úgy jönnek a dolgok, ahogy kéne, vagy azt mondják, hogy most akkor tavasz van, tavasznak része az, hogy megtisztulunk, a megtisztulásnak része az, hogy a vastagbelünket is megtisztítjuk. Tehát lehet, hogy nem egy konkrét tünet együttesre ajánlja azt az orvos, hogy egy kolonhidroterápián vegyen részt a páciens, hanem önmagától is kérheti, hogy jó napot kívánok, szeretnék egy nagy megtisztulást. Ez szokott így is történni, igen. Jellemzően tényleg tavasszal, amikor mindenki ezeket a kúrákat, ezeket szereti csinálni, akkor ennek részeként szokták egyébként kérni ezt a kolonhidroterápiát is, és aztán utána hát általában elégedetten távoznak, a többit mindenki elképzel magának. Tehát tulajdonképpen ez egy intenzív beöntés. Sorozat. Intenzív és tehát magas. Több alkalommal is kell. Igen. Hány alkalom szükséges? Hát általában 3-at szoktunk csináltatni alapból, 5-ig még föl lehet menni, 5 fölött azért nem nagyon szeretjük, mert ott már azért tehát túlzásokban esünk, de hogyha ezt valaki végigcsinálja, és mondjuk probiotikumot is szed mellé, és megfogadja azokat a diétás és életmódi tanácsokat, amiket egyébként még szoktunk mellé mondani, akkor azt lehet mondani, hogy ezek a nagyon zavaró hasi panaszok, amik egyébként mondjuk egy irritábilis bélszindrómával együtt járnak, azok azért hatékonyan tudnak csökkenni.
Gondolom, valaki nem vállalná ezt önként, hogyha ez annyira kellemetlen beavatkozás lenne. Ez nem kellemetlen beavatkozás. Ezt igazándiból egyetlen egy dolog a gátja ennek az egésznek, hogyha az illető mondjuk fejben nem dönti el, hogy neki ez esetleg jót tenne, akkor nyilván nem fogja ezt igénybe venni, de hogyha vannak olyan panaszaim, amik mondjuk kellőképpen idegesítik, és lát egy ilyen megoldást, és eldöntötte azt, hogy ez neki jó lesz, akkor onnantól kezdve tulajdonképpen hát semmi szégyenérzet, meg semmi kellemetlenség ez az egészen nem fog járni, tehát ez tulajdonképpen egy megkönnyebbülés a végén. Volt már olyan, hogy valamilyen rejtett titokzatosnak tűnő tünetegyüttessel érkezett a páciens, és végül a kolonhidroterápia nyújtotta a megoldást? Hát a kolonhidroterápia az nem egy diagnosztikus eljárás. Tehát ott van egy előzetes vizsgálat nyilván. Egyébként szoktunk találni olyan eltéréseket, amikor a beteg vél egy bizonyos problémakört, majd utána azt a problémakörét elhozza, és úgy döntött, hogy neki esetleg ez a magas beöntés sorozat, a kolonhidroterápia azt használna, majd utána kiderül, hogy a panaszai hátterében, teszem azt például egy vastagbéltumor áll, mert olyan tünetei, olyan panaszai vannak, akkor nyilván nem a kolonhidroterápiát fogjuk neki javasolni, hanem vastagbéltükrözést fogunk javasolni, mert rá kéne jönni, hogy mi az, ami ezt a gondot okozza. De mondom, hogy ha valaki például egy irritábilis bélszindrómával veszi ezt igénybe, akkor ott általában az egy pozitív kimenet szokott lenni. Tehát a konklúzió az, hogy ne zárkózzunk el teljesen az esetlegesen alternatívnak tűnő megoldásoktól sem, mert azok is segíthetnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat újra megtekinthetik a dstv.hu-n, illetve a közösségi oldalunkon. Jövő héten pedig egy új összeállítással jelentkezünk. Viszontlátásra!